Nagy izgatottsággal érkeztek ma a gyerekek a ceglédi állatmenhelyre. Minden évben az Állatok Világnapja alkalmából diákok látogatják meg a gazdára váró kutyákat és macskákat. A szülők és pedagógusok közös szervezésének köszönhetően ma is több kilogramm tápot és állateledelt adtak át az állatmenhelynek. A Várkonyi iskolás és a Szent Kereszt iskolás diákoknak volt lehetősége végig sétálni a kennelek mellett, és megnézhették a több száz kutyát, amelyek még a mai napig is gazdira várnak. Persze meg is simogathatták, valamint sétálni is elvihették őket. A programról részletes beszámolót holnapi híradónkban láthatnak.